Sziasztok, Bérci Róbert vagyok, és ebben a mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan készül az egyik tradicionális cseh kedvencem, a sörözők és kocsmák nagy klasszikusa, az utopenec. Na, és hogy akkor mi is ez az utopenec, ezt most el fogom mondani, hogyha Csehországba járunk, szinte nincs is olyan kocsma vagy söröző, ahol ezt a nagyon finom sörkorcsolyát meg ne találnánk. Számos legenda fűződik ahhoz, hogy mi is ez a recept, vagy honnan származik ez a recept. Az egyik ilyen, miszerint egy kocsmárost a szomszédjában vízbe fúlt molnár esete ihlette meg, és innen készült ez az étel. Nem tudjuk, hogy igaz-e vagy sem, egy biztos, Csehországba járva minden kocsmában megtaláljuk, úgyhogy most meg is fogom mutatni, hogy hogyan készül. Az egyik fő összetevője ennek az ételnek, hanem a fő összetevője, az jelen esetünkben a szafaládé, de ugye fölvágott krinolinból, virsliből, vagy akár debreceniből is el lehet készíteni. Én most a krinolint választottam hozzá, szerintem ezzel lesz a legfinomabb. Szükségünk lesz különféle fűszerekre, meg is mutatom, hogy mik. Az egyik a koriandermag, mustármag, fűszerkömény, egészbors, szegfűbors, illetve babérlevél. Ezen kívül szükségünk lesz még egy kevés csemegeuborkára, vöröshagymára, sárgarépára, ízlés szerint csípős paprikára, és az ízesítéshez természetesen ecetre, sóra, illetve cukorra. És ami még nagyon fontos, és ez nem maradhat el, egy jelen esetben egy másfél literes befőttes üvegre, mert ebbe az üvegbe fogom majd a zöldségeket, a fűszeres ecetet, illetve a szafaládét vagy krinolint majd rétegezni, és szépen lefedve egy hétig fogjuk majd érlelni. Úgyhogy ha valaki el szeretné készíteni ezt az ételt, akkor előre gondolkodjon, mert akkor a legfinomabb, hogyha a hűtőben egy hétig érleljük. Egy gyors forralóban felteszünk fél liter vizet, hozzáadjuk a fűszereket, a sót, cukrot, illetve az ecetnek egy részét. Most ezt a elkészített ilyen salátalevet vagy páclevet én fölrakom forni, körülbelül egy olyan, hát a forrástól számított olyan 10 percig kell forralni, hogy a benne lévő fűszereknek az íze belemenjen jól a salátalébe, vagy ebbe a páclébe. Arra kell figyelni, az ecetből az elején ne rakjunk bele sokat, inkább keveset, vagy folyamatosan rakjuk bele, a végén még nyugodtan tehetünk bele ecetet, csak ha sokat teszünk bele, akkor az egésznek elviszi az ízét, úgyhogy én azt mondom, hogy az ecetnek először a felét tegyük bele, a végén pedig kóstoljuk meg, ha szükséges, még tehetünk bele bármikor. A vörös hagymákat meghámozom, és fél főre vágom. A sárgarépát szintén meghámozom, és nagyobb darabokra vágom. A csípős paprikát hosszában bevágom. A páclevet 10 perc forralás után leveszem a tűzről, és kihűtöm. A szafaládék bőrét lehúzzuk, és hosszában ketté vágjuk. A krinolinokat a többi hozzávalóval együtt szépen vegyesen egy befőttes üvegbe rétegezzük. A fűszeres páclevet pedig a rétegezett szafaládéra öntjük. A tetejét egy kupakkal lezárjuk. Az elkészült utopenecet egy hétre hűtőbe teszem. Hát egy hét elteltével ilyen szép lett az utopenecünk, megérett, nagyon finom, úgyhogy én ezt most kinyitom, és meg is fogom kóstolni. Na hát így néz ki ez a fantasztikusan finom cseh sörkorcsolya az utopenec. Hogyha tetszett, azt javaslom, hogy készítsétek el ti is, és töltsétek fel a receptét a Cookpadre, vegyetek részt továbbra is az ízutazásban. Ne felejtsétek el a hashtag Csehországot beleírni ékezet nélkül a recept leírásába, vagy készítsétek el azt a cseh klasszikus ételt, amit ti is nagyon szerettek, vagy ki szeretnétek próbálni, és meg szeretnétek mutatni itt a Cookpad közösségnek. Ennek örülnénk talán a legjobban. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!